A Szabó család neve összefonódott a szekszárdi kosárlabdázás történetével. A nagy előtt Szabó Dönci bácsi volt, aki lerakta a sporták sikerének alapjait. A család tovább járt a kitaposott úton, és Dönci bácsi biztosan mosolyog az égi pálya széléről látva, hogy az unokák még talán annál is sikeresebbek tudtak lenni, mint ahogy ő ezt valaha is elképzelte. A mai kimagasló eredmények egy csapatmunkájának eredménye, melynek egyik motorja az épp az interjú napján születésnapját ünneplő Szabó Noémi, az egyesület elnöke. Isten éltessen! Köszönöm szépen! Véletlen! Hogy éled meg az idő múlását? Hát igazából nem érzem magam ennyinek, olyan 30 körül valahol megállt az idő, úgyhogy nagyon gyorsan elrepült azóta ez a 18 év, amióta úgy igazán komoly felnőtté váltam. Az szívmelengető, hogy reggel óta nehéz a telefon mellől elmozdulnom, mert annyi sok kedves embertől rengeteg üzenetet kapok, meg nagyon sokan a médiából is hívtak. Volt, hogy azt hittem, hogy elfelejtettem ma reggel nyilatkozatot adni az egyik médiának, és gondoltam, hogy azért hívnak, vagy elfelejtettem beharangolni a következő mérkőzésünket, és akkor mondták, hogy nem csak fel szeretnének ők is köszönteni, úgyhogy igazából azt élem meg nagyon pozitívan, hogy nagyon nagy szeretet övez ezen a napon, de nem csak ezen a napon, hanem úgy érzem, hogy Szekszárdon nagy elfogadtatásra talált az, amit mi csinálunk, hát nem csak ketten a testvéremmel, hanem egy kicsit a tágabb családommal együtt most már sok-sok éve. Mikor döbbentél rá, hogy nincs más út, csak a kosárlabda? Hát tudatosan szerintem 8 éves koromban, de tudatalatt szerint... Korán? Hát 8 évesen már hisztisztem, hogy vigyenek engem kosárlabdázni a szüleim. Akkor egy sokkal idősebb korosztályba tudtam bekerülni, akkor 10 éves kislányok közé kerültem Szekszárdon. De szerintem az én sorsom, ahogy nagyjából a testvéremé is, legalábbis az egyiké mindenképpen Szabó Gergői, a születésünk pillanatában determinálódott, hiszen ugye néhai apai ágon nagyapánk Szabó Ödön, aki 1966-ban költözött Békésről ide Szekszárdra, és ő tette le a női kosárlabdának az alapjait, aztán később ugye a BSE-vel 7-szeres magyar kupagyőztes, 7-szeres magyar bajnok, 1983-ban Ronketti kupagyőztes lett, illetve 2-szer a mai Euroligának megfelelő bajnokcsapatok Európa kupájában döntőt játszhatott. Azt ugyan nem sikerült megnyernie, de ezüstérmes lett. És akkor a szüleink a Garai gimnáziumba jártak, ugye édesapám Szabó György sajnos már ő sincs köztünk, ő nemzetközi játékvezető volt, és édesanyám Harsányi Mária pedig válogatott kosárlabdázó, és hát a mai napig is aktívan utánpótlás edző itt Szekszárdon, gyerekekkel foglalkozik most már több mint, hát most 55 éve. Úgyhogy nagyon régóta dolgozik ebben az anyukám is. Így aztán nekünk gyerekeknek olyan nagyon sok választásunk nem volt, hiszen a pálya mellett nőttünk föl gyakorlatilag. Én elsősorban az anyukám mellett, a Gergő öcsém pedig elsősorban az apukám mellett, hiszen vele mindig ment mérkőzéseket fújni, illetve nézni az aput, ahogy vezette a játékot. Van olyan pillanatod, amikor Dönci bácsival kézen fogva valami kosárlabda meccsen? A kézen fogva itt most érzem a meleg kezét, a puha meleg kezét, mert hogy mi nagyon sok időt töltöttünk Budapesten nyaranta, és amikor 14 éves lettem, akkor úgy tűnt, hogy a szokottnál tehetségesebb vagyok, aztán kiderült, hogy mégsem, és beválogattak az U14-es válogatottba, és akkor Óbudáról a Beac pályára kellett eljutni, és ő mindig kézen fogott minden reggel, és akkor ugye elment velem az edzésekre, elkísért, és a mai napig megvan az az érzet, ahogy megfogja a nagy puha meleg kezével az én pici kezemet és visz magával, de egyébként a BSE-nek óriási rajongója voltam, illetve aztán a papa visszajött egyszer 97-ben Szekszárdon is edzősködött, aztán elment Sopronba, tehát mindig az éppen aktuális csapatának nagyon-nagyon-nagyon szurkoltam. Mikor derült ki rólad, hogy nem leszel élvonalbeli játékos, és nem leszel a válogatott gerince? Hát ez egy érdekes történet, mert hogy ugye nyilván én úgy éreztem, hogy vannak felém ilyen elvárások, is szülői elvárások, vagy nyomás. Nagyon szerettem a játékot, és itt érettségiztem a Garai gimnáziumban, de akkor az akkori NB1-es csapatban azt azért éreztem, hogy nem férek be, így aztán Bajára mentem tovább tanulni tanítóképzőbe, éppen akkor jutott fel a Baja egyébként NB1-be,
NB1B-ből NB1-be, és akkor ott úgy nézett ki az elején, hogy valóra válnak az álmaim, de aztán egy-két év után, pont abban az időszakban, ilyen 1995 tájékán kezdett ez a játék nagyon-nagyon fizikálissá válni. Tehát akkor már sokkal kevésbé dominált az, hogy én ügyes voltam, jó technikám volt, nagyon jól dobtam, főleg a hárompontosokat, hanem kellett robosztusnak lenni, gyorsnak, agresszívnek, és ezek a testi adottságaim pici gyerekként sem voltak meg bennem. Így aztán nagyon érdekes, hogy a mostani sportpszichológusunknak, Pump Lucának az édesapja vette át akkor Pump Gábor a csapatot, és igazából ő állított engem parkolópályára, ugyanakkor nála írtam kosárlabdából a szakdolgozatomat, tehát egy ilyen érzelmekkel túlfűtött, ambivalens, nagyon vegyes dolog volt ez akkor Baján, hiszen ott az utolsó évenben, amikor elvégeztem a tanítóképzőt, akkor a Gábor tett ki gyakorlatilag a csapatból, de nála írtam a szakdolgozatomat, most pedig az ő kislánya dolgozik nálunk. Azóta nincsenek, azóta nagy béke van már köztünk, és ahogy az idő ugye minden meg is szépít, meg talán ahogy öregszünk, átgondoljuk a történéseket, és a mai fejemmel már igazat adok Pump Gábornak, valóban jó volt, hogy akkor nekem ott vége szakadt az élsportolói pályafutásom, már csak azért is, mert teljes mellszélességgel tudtam arra koncentrálni, hogy tanítónéni legyek, és utána elkezdtem Budapesten a kosárlabda szakedzőit, hiszen mindig nagyon-nagyon szerettem gyerekekkel foglalkozni, emberekkel foglalkozni, és akkor párhuzamosan így, hogy elkezdtem tanítani, rögtön elkezdtem 1998-ban a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában tanítani, és párhuzamosan edzősködni, és aztán megszületett az első gyermekem, Zéti, 2002-ben, és utána 2003-tól 2007-ig elvégeztem a Testnevelési Egyetemen a szakedzőit, ami ugye Magyarországon a legmagasabb végzettség, és akkor ennek nagyon komoly jelentősége volt, ha valaki egy ilyen papírral rendelkezett. Anyukádról mindenki tudja, hogy elég harsányan irányít a pályán. Mennyire vagy te másmilyen edző, vagy voltál? Nagyon. Azt gondolom, hogy más karakterek vagyunk. Sok jó tulajdonságot örököltem tőle, leginkább a kitartásomat, és az ellentmondást, nem tűrést, persze pozitív dolgokban én szerintem, de egy sokkal lágyabb személyiség vagyok, és sokkal inkább demokratább és kompromisszumkészebb. Ezt az apukámtól örököltem, egyébként elég vegyes vagyok így szerintem, de ugye a jellemvonásaimban inkább hasonlítok az édesapámra, mint az édesanyámra. Szerintem sokkal inkább megértőbb, meg puhább voltam a gyerekekkel, ugyanakkor a szakmai része az nálam sem veszett el, én azt gondolom, csak talán a pszichológiai meg a pedagógiai érzékem az egy hangyányival erősebb a mamáénál, de nagyon érdekes, hiszen ő hatalmas sikereket ért el az edzősködés során, és megoszlik a vélemény, ugye több út vezet Rómába, és igazán nagy játékosok az ő keze alól kerültek ki, ha más nem említsünk, mi Studer Ágnest, vagy Bálint Rékát, Miklós Melindát, Holc Rebekát, tehát hogyha itt elkezdjük sorolni a mai Euroligás csapatunkból, Szűcs Gréti, ha öt nevet szeretnék mondani, tehát öt szekszárdi van egy Euroligás együttesben, ami azt gondolom, hogy talán egész Európában nincs ilyen, hogy egy saját nevelésből szinte egy kezdő ötöst vagy egy ötöst ki lehet rakni, úgyhogy anyukámnak szerintem csak így elsőre ijesztő nagyon ez a vehemenciája, meg ez a hangereje, aztán ahogy a gyerekek, inkább a szülőknek szokott ez izgalmat adni, amíg megszokják ezt a dolgot, mert szigorú, de nagyon következetes. Van olyan, hogy mész, hogy figyelj anya, hogy lehet ezt megoldani? Hát nagyon sok vitánk volt az elmúlt 20 évben. Egyébként extra jó a kapcsolatunk, kivéve, ha kosárlabdáról van szó. Márpedig kosárlabdáról nálunk nagyon gyakran szó van. Abban nagyon sok mindenről más az elképzelésünk meg a felfogásunk, bár az utóbbi időben, amikor egy-egy dolog realizálódik, vagy mégis úgy történik, ahogy ő megjósolta, akkor kezdek arra rájönni, hogy nem látja ő rosszul mondjuk bizonyos játékosokat, vagy játékszituációkat, vagy megjósol esetleg előre egy mérkőzés eredményt, csak ő ezt túl nyersen adja az ember tudtára. De végső soron a végelszámolásnál legtöbbször neki van igaza, úgyhogy ezt azért úgy be kell vallanom. Mikor jött el a pillanat, amikor megéreztétek a vérszagot a szekszárdi kosárlabdában? Volt egy idő, amikor vegetált ez az egész történet, és akkor egyszer csak elkezdtetek iszonyú sebességgel menni fölfelé. Szóval mikor jött meg ebből lehet valami? Igen, hát
7 éve van élvonalbeli női kosárlabda csapat, tehát most már talán 48, mert mindig a saját születésemhez mérem, tehát 1974-től van itt élvonal, egyszer kiestek a lányok 76-77-ben, de aztán utána újra visszajutottak, tehát megszakítás nélkül is most már akkor azt kell mondjam, hogy 44 éve mindenképpen. Ugye nagyon sokáig igazából ez a 7., 6., 5.-től a 14. hely attól függött, hogy hány csapat van az NB1 a csoportjában, és akkor szépen lassan Gergő is, meg én is, úgy az életünk, meg az addigi munkásságunk megért arra, hogy eljött a pillanat 7-8 évvel ezelőtt, 2014. februárjában, hogy hirtelen edzőt váltottunk itt Szekszárdon. Én akkor még félig meddig edzőként, de már félig meddig klubvezetőként is kezdtem dolgozni, mert átvette Némedi Péter az irányítását a klubnak. Nagyon nehéz helyzetben volt gazdasági szempontból abban az időben a KSC. Én felmértem a terepet, és elég nagy merészség kellett, akkor én borítottam egy kicsit a bilit, hogy itt rendet kell rakni, mert hogy meg fogunk szűnni, és nagy bajok lesznek, ha nem történik valami. De ebbe már most ennyi év távlatában nem szeretnék belemenni. És a Némedi Péternek a kislánya Flóra akkor kosárlabdázott nálam U16-ban kadettban, és tudtam, hogy egyrészt egy nagyon rendes ember, másrészt egy nagyon stabil céget vezet, és megkértem őszintén, hogy ebben is ebben kéne segíteni. És aztán Pécsen pont munkanélkül volt Gyoki Zsejko, mert akkor őt elküldték Pécsről, fél éve szabadúszó volt, és a Gergő gondolt egy merészet, hogy megkeressük, és aztán idehoztuk őt annak idején 2014. februárjában, és hát azóta mint egy háromlábú szék, most már 8. éve, hogy menedzseljük ezt a klubot, és szerintem hármunknak az elhivatottsága, de leginkább a Zsejkót dicsérem ebben, tehát én ilyen embert nem ismerek semmilyen szegmensben, vagy munkaterületen, vagy csak nagyon keveset, aki a nap 24 órájából 20-at azzal foglalkozik, amiben dolgozik, és amit szeret, és amiben él. Tehát extra a munkatűrő képessége, és ő elkezdett itt szépen mindenkit, mindannyiunkat messze komfortzónán kívül dolgoztatni, amiről addig csak úgy hallottunk, de nem tapasztaltuk meg a bőrünkön. És hát ebben a Gergővel jártunk élen, hogy nyilván kellett új szponzorok után is menni, hiszen az atomerőmű 1999 óta névadó szponzorunk, hol kisebb, hol nagyobb összegekkel, de mindig ott volt stabilitásnak a háttérben. De hát azért ahhoz, hogy Magyarországon állandóan ott legyél a dobogós helyek valamelyikén, illetve hogy kilépjünk a nemzetközi szintérre, ott nagyon komoly pénzeket meg kell mozdítani, és új szponzorokat be kell vonni. És akkor ez úgy szépen lassan, egy évig a Zsejko mellett voltam másodedző, de aztán rájöttem, hogy engem sokkal jobban motivál, hogy felépítsünk egy ilyen klubot. Először talán még nem is volt tudatos, hanem úgy elkezdtem beszélgetni emberekkel, elkezdtem szerintem szívből tulajdonképpen eladni azt, ami a mi termékünk, meg ami a mi varázsunk. Egyre több gyereksportolt, szakmailag is szépen felépítettük, hogy minden szexuális óvodában, általános iskolában kezdtünk jelen lenni, és aztán elkezdtük ezt komolyan menedzselni, lett egy jó kis elnökségünk, ahol azért nívós nevek vannak, és ők is mindig segítenek nekünk, és aztán így szépen évről évre egyre nagyobb költségvetést tudtunk összehozni, illetve ugye a város is kezdett komoly partner lenni, mert nagyon sokáig a labdajátékokat néhány millió forinttal támogatta, és Ács Rezső volt annak idején az első, aki komolyabban beleállt, hogy jó, akkor ti kiemelkedőt produkáltok, akkor kaptok egy tényleg komolyabb összeget, és azért ezzel így már szépen lehetett gazdálkodni, meg ugye a társasági adó megjelenése a látványcsapatsportban, hogyha azt valaki jól használja föl és arra használja, amire kell, akkor azért nagyon nagyokat lehet fejlődni. Óriási a különbség a nemzetközi kosárlabda és a hazai kosárlabda finanszírozása, működtetése. Szóval ti ma úgy működtök, ahogy egy nemzetközi szinten profi kosárlabda csapatnak működni kell? Még nem teljesen, azt gondolom, mert hogy az atomerőműs lábat, az sokkal hosszabb távra, sokkal komolyabban kellene egy főszponzor lábát, és nagyon sok tennivaló van még a kisebb szponzorok tekintetében is. Tehát ezt a kört szélesíteni, és még nagyobbá kell tenni, hogy nem csak egy évre lássuk előre a klubnak a működtetését, meg a költségvetését, hanem legalább 2-3 évre. A szakmai különbség inkább úgy mondanám neked, hogy nem is a magyar bajnokság, és ugye 3 évig voltunk Európa kupába, ott annyira nem. A
az Euroliga teljesen más kávéház. Tehát amikor csak arról beszélünk, hogy nem három csoport meccsed van, és négyen vagytok egy csoportban, hanem ott vagytok nyolcan, és hétszer kell repülnöd. Tehát volt olyan, főleg a pandémia alatt repülőjegyeket gyakran kellett cserélgetni, csak a repülőjegyek voltak 47 millió forint. Tehát azért ez egy másik történet, amikor egy 21 fős tábot folyamatosan utaztatsz, és ezt neked kell előteremteni. Aztán a hazai mérkőzések megrendezése sem, tehát azért teljesen más a nemzetközi játékvezetőknek a tarifája, a nemzetközi zsűrinek a tarifája, komisszáré, úgyhogy egy egészen más történet, és azért ehhez még fel kell nőni. Tehát az első szezonban látszott, hogy a háttérben sem vagyunk még ott, és sportszakmai szinten is ugye tulajdonképpen győzelmünk nem volt. Mindenki agyonvert minket idegenben, meg itthon is. Hát most azért ez már nem mondható el, hiszen hazai pályán még nem kaptunk ki az idén sem a magyar bajnokságban, sem az Euroligában. Eközben kialakult körülöttetek, és térjünk vissza a beszélgetés elejére, hogy ma nem tudtad letenni a telefon. Szóval, hogy kialakult egy olyan nézőközönség, egy olyan támogatói kör, nem feltétlenül anyagi támogatói, inkább erkölcsi. Tehát amikor először nyertétek talán a magyar bajnokságot, boltban a szemem láttára gratuláltak a lányoknak, tapsolták meg őket. A kupát, 18, a kupát, igen, kupát. Sajnos, mi, de ez legyen, ez nyerjünk magyar bajnokságot, mert ez a cél. Nem vagyunk talán annyira nagyon messze az idei kerettel. Még fontosabb ez, amit te említettél, azt gondolom, vagy egyforma fontos a... Hogy a Zsejkót elkezdték megtapsolni, meg lapogatni a hátát az utcán. Szóval, hogy elkezdtek benneteket szeretni. Hát igen, azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös dolog, hogy itt meg tudjuk tölteni ezt a kis csarnokot, ugye itt 1271 ember fér el, hát egy-egy nagy mérkőzésen vagyunk is annyian, sőt még lehet, hogy néhánnyal többen is, úgyhogy szerintem ez egy kölcsönös, hogy ők amit adnak, talán vissza is kapják, kialakult ugye a Kadarka brigád, illetve egy nagyon komoly mag, aki minden meccsünkön itt van, ugye elkezdtünk helybérleteket árulni, évről évre egyre több helybérletünk van, vannak emberek, akik már ugye a saját most is ott ülünk, saját székeikhez ragaszkodnak, és lett egy komoly kultúrája ennek. Ugye gyökere volt már nagyon régóta, és most meg már egy igazi szurkolói kultúra is kezd kialakulni. Most szeretnénk még nagyon a fiatalokat ebbe bevonni. Ugye az egy picit nehéz Szekszárdon, hogy nem igazán egyetemi város vagyunk, ugye, de dolgozunk ezen, hogy a középiskolásokat valahogy becsábítsuk, úgyhogy ezzel is még van folyamatosan tennivaló. De hát igen, és a kisváros varázsa is ez, ugye például Körmenden van hasonló férfi kosárlabdában, nálunk meg ezt szeretik nagyon, és például Bajáról, Pécsről nagyon sokan jönnek át szurkolni. De ezt nem biztos, hogy egy nagyvárosban meg tudod csinálni, hogy ott olyan hangulata van egy mérkőzésnek, mint amilyen itt tud lenni, hiszen itt mindenki mindenkit ismer. Te most egy üzletasszony vagy? Hát most már annak lehetne definiálni, én azt gondolom, hiszen ez olyan, mint egy üzleti vállalkozás, és úgy is kell cselekedni, viselkedni, meg gondolkodni, mert ez tulajdonképpen most már egy üzleti vállalkozásán nőtte ki magát. Egy üzleti vállalkozásnak hosszú távú tervei vannak. Te jössz. Hát nagyon belekérdeztél, ugyanis... Talán, vagy amióta én élek, nem volt ennyire változó a környezet. Ugye itt gondolok az orosz-ukrán háború kitörésére, komoly gazdasági válság van, azért infláció van, nagyon nem egyszerű ebben a közegben mozogni, és folyamatosan új kapukat kell keresni. Én azt gondolom, amit már talán említettem is, hogy a legeslegfontosabb, hogy a névadó főszponzor szerepét tisztázni, és illetve velük hosszú távú megállapodást kötni, mert ez lehetne az áloga annak, hogy itt hosszú távon Euroliga működhessen. Na most a fotball, a kézilabda, kosárlabda, röplabda, jégkorong, most említettem az öt látványcsapatsportot, messze nem a kosárlabdához, és messze nem a női kosárlabdához kell a legtöbb pénz. Tehát azt kellene, én azt gondolom, hogy sok vállalat, üzletember, vagy akár politikának is felismerni, hogy itt egy pici helyen gyakorlatilag az utca emberének nagy pénz, de egyébként meg minimális pénzből
óriási dolgot lehet alkotni, és ez túlmutat azon, hogy van egy euroligás klubod, és akkor ott vagy a kirakatban, és ez milyen jó, hanem nagyon-nagyon sok szekszárdi gyereknek, családnak jelentesz szórakozást, sőt, mi több perspektívát a jövő szempontjából, és itt nem elsősorban arra gondolok, hogy profi kosárlabdázók legyenek, hanem hogy körülötte bármilyen szegmensben, akár edzőként, akár statisztikusként, időmérőként, vagy itt most már ugye egyre nagyobb munkahelyet teremtünk, hiszen 40-50 embernek adunk a játékosokkal, az edzőkkel, az irodai stábbal megélhetést, és hát fönt is bővölnünk kell, mert gyakorlatilag öten látjuk el az operatív részét most egy euroligás klubnak, ez kevés. Tehát itt azért tudjuk így ellátni, mert remek kollégáink vannak, de ezekből a remek kollégákból még kellene legalább 5. Tehát itt abszolút fejleszteni kell, és ennek a súlya a Gergő meg az én vállamon van, hogy milyen pénzügyi forrásokat tudunk ehhez megtalálni. Én azt gondolom, hogy két úton kell menni, és mindegyiken kell menni. Az egyik a főszponzornak a befektetését hosszabb távra megerősíteni, hogy ne évről évre legyen szerződés, hanem 2-3 évre lehessen előre tervezni, illetve azokat a szponzorokat, akik jelenleg nagyon komoly szerepet vállalnak az életünkbe, és szexárdiak, és évről évre nagyon komoly összeggel támogatnak minket, nem csak TAO-val, velük a kapcsolatot és a hitet megőrizni, illetve még ezeket tovább fejleszteni. Mennyire nehéz dolog ma megszerezni egy olyan játékost, akivel stabilan lehet menni a nemzetközi szintéren? Megszerezni nem annyira nehéz, mint megtartani. Tehát például itt gondolok, ha most van egy Nikolina Milicsünk, most jelenleg a tabellán ugye 5., 4., 5. helyen vagyunk, ami kicsit szokatlan, de még sok minden hátra van. Szerintem oda fogunk tudni érni az első 4 csapat közé, és én nagyon bízom abban, hogy döntőt fogunk tudni játszani tavasszal. Most van egy Milicsed a palánk alatt, akit egy évre tudtál csak megtartani, és utána muszáj volt elengedni anyagi megfontolásból, mert sokkal nagyobb pénzt kapott máshol. Ez így nehéz. És ebből a szegmensből vizsgálva nehéz építkezni, mert van egy erős magyar gerinced, akik egy komoly szisztéma szerint védekeznek, támadnak, kosárlabdáznak ugye Zsejkó keze alatt, de mindig új légiósokat kell beépítened, és ezt azért nehéz, hogy csábító legyen idejönni. Most tudtunk ugyan 4 elég jó amerikai játékost hozni, de őket is nagyon nehéz beintegrálni, az idő pedig nagyon rövid. Úgyhogy ez minden évben meg kell újulni, és át kell azt gondolni, hogy mi vezet célra, vagy mi vezet eredményre, és nekünk is fejlődni kell, hogy már szezon közben le kell ülni játékosokkal, akik számunkra például fontosak, legyen az magyar, legyen az légiós, hogy előre tárgyaljunk, akár már ilyenkor, hogy a következő 1 vagy 2 évre tudjunk hosszabbítani. Figyelitek? Évről évre figyelitek a nemzetközi mezőnyt? Erre külön ember van? Mindannyian figyeljük, de leginkább a Zsejkó jár ebben élen, hiszen neki ebben elég nagy szabadsága van, hiszen ő dolgozik a játékosokkal. Ezt szokták is így bírálni a kosárlabda berkein belül, hogy mi miért nem szólunk bele. Én tényleg azt gondolom, hogy mélyen a szakmából jövök, és ez az ő felelőssége, meg az ő feladata, tehát nem én fogok vele dolgozni. Én lehet, hogy jónak látom, Murvai Szabi kollégánk és Gergő is ért hozzá, ők is megnézik, de a végső döntést a Zsejkónak kell meghozni, hiszen nem a Szabó Gergő vagy a Szabó Noémi fog lejönni edzést tartani, hanem a Gyokit Zsejkó. És neki kell tudni, hogy mind szakmailag, mind emberileg ő hogy tudja kezelni ezt a játékost, hogyan fogja tudni beépíteni. Ebben persze vannak mellé sikerült, balul sikerült dolgok, mint ahogy az életben mindenhol, meg van, ami lutri, mert látsz egy olyan játékost, hogy extra, és úgy gondolod, hogy be tudod illeszteni a gépezetbe, aztán kiderül, hogy nem. Tehát az elmúlt 7 évben azért mindannyian nagyon sok fejlődésen mentünk szerintem keresztül, és akkor talán évről évre egyre jobban el tudjuk találni azt, hogy kit érdemes idehozni. Eljátszottál már azzal a gondolattal, hogy ezzel a tudással, amit összeszedtél az évek alatt, ha egyszer nem lenne kosárlabda, mit kezdenél? Hát nem régen végeztem, mert érdekelt még egy iskola, és szóvivő kommunikáció szakon végeztem itt Szekszárdon, ami nagyon érdekes képzés volt. Nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szedtem ott össze, és nyilván fejlődtem is szerintem sokat kommunikációban, de azon viszont elgondolkoztam, hogy vajon a kosárlabdán kívül miről tudnék még értelmesen és szépen kommunikálni, és hát egyelőre olyan sok minden azért nem jutott eszembe, de nehéz lenne megválni ettől a kék szívtől, hiszen ez a saját kutyánk kölyke, ezt mi teremtettük elő, úgyhogy nagyon nehezen képzelem én el az életemet kosárlabda nélkül.
a városért vagy Szekszárdért tenni, tehát valami olyan közegben el tudnám még magam képzelni, hogy ennek a városnak a fejlődését szolgáljam, hogy itt előrébb menjenek a dolgok, ha muszáj lenne a kosárlabdától megválni, de mindenféleképpen valami ilyesmiben el tudnám képzelni magam. Jól érzed magad a bőrödben? Nagyon. Köszönöm. Én is köszönöm.